A múlt heti Well Hello koncerten készültek a felvételek Tóth Balázsról, az együttes szaxofonosáról. A győri fiatalember életében már gyerekkora óta meghatározó szerepet tölt be a zene. Gyakorlatilag szinte nem is emlékszem rá, olyan pici koromtól jött a zenélés. Én komoly zenével kezdtem el foglalkozni. Hegedültem a zeneiskolába, a Liszt Ferenc győri zeneiskolába, és aztán onnan egy ilyen kalandos út vezetett egészen eddig a hangszerig. Népzenét is tanultam, könnyűzenét tanultam többféle hangszeren, basszusgitár, zongora, stb. És egyszer csak így összetalálkoztam a szaxival, körülbelül, nem is tudom, 15 évesen körülbelül valahogy így lehetett, és azóta tart ez a szerelem. Balázs Budapesten tanult tovább a zenei pályán, és ott csöppent bele a magyar könnyű zene világába. Budapesten végeztem a zeneiskoláimat, középfokon és felsőfokon, és ez szinte automatikusan magával hozta azért, hogy az ember így belecsöppen a könnyű zenei életbe, és akkor én amolyan mindenevő zenész vagyok egyébként, tehát én nagyon, nagyon szeretek minden zenével foglalkozni, és beleismerülök, tehát ilyen, egy kicsit ilyen maximalista vagyok ebbe. Úgyhogy igazából annak idején még a 2000-es évek környékén dolgoztam még a TNT-vel is, a Help együttessel, mind a kettőnek ugye van győri vonatkozása, és aztán jöttek ilyen-olyan session munkák, Gerendás Peti bácsinak az egyik lemezén dolgoztam, Charlie-val sikerült, szegény Somló Tamással. Egy pár éves külföldi kitérő után tért vissza újra a magyar zeneiparba, 3 éve pedig az egyik legsikeresebb hazai zenekar, a Well Hello oszlopos tagja. A zenész azt mondja, fantasztikus érzés, amikor a szülővárosában Győrben lépnek színpadra. Zseniális, az mindig egy kicsit ilyen könycsalogató. Nagyon jó, tehát amikor legelőször itt voltunk a Dunakapu téren, akkor az volt az első, fantasztikus élmény volt, rengeteg ember, és olyan kicsit olyan úgy a magadénak tudod a dolgot. És aztán volt ugye az arénás koncert, ami tavaly volt, zseniális volt, iszonyúan élveztük. Hát én imádom Győrt, tehát én nekem ez az életem, és én hiába dolgozom egyébként legfőképpen ugye a főváros felé, nem is akarok, meg nem vagyok hajlandó oda felköltözni. A győri származású zenész reméli, a jövőben is sokszor tudnak majd a városban koncertezni. Igaz, minden fellépés óriási élmény, de Győrben zenélni mindig még felemelőbb.